Warcraft történelem, mítoszok könyve, az ébredező világ és az örökké valóság kultja. 10 000 évvel azelőtt, hogy az orkok és az emberek összecsaptak egymással, az első háborúban, Azeroth világának bölcsőjében egyetlen hatalmas kontinens ringott, tengerektől körülvéve. Ez a Kalimdornak nevezett föld számos változatos fajnak és teremtménynek adott otthont, akik a túlélésükért küzdöttek az ébredővilág vad természeti erői ellen. A sötét kontinens közepén volt egy izzó energiákból álló rejtélyes tó. Ez a tó, melyet később az örökké valóság kútjának neveztek el, a világ mágiájának és természetes hatalmának igaz szíve volt. A világon túli nagy sötétségből származó energiával a kút egy misztikus forrás volt, mely szerteszét küldte ezeket az energiákat a világba, táplálva az életet annak minden csodálatos megjelenési formájában. Idővel egy éjszakai életmódot folytató primitív humanoid törzs merészkedett óvatosan az igézően bűbájos tópartjaira. A vad, nomád humanoidok, akiket a kút furcsa energiái vonzottak oda, kezdetleges viskókat építettek békés partjain. Idővel a kút kozmikus hatalma befolyásolta a törzset, erősebbé, bölcsebbé és gyakorlatilag halhatatlanná változtatta őket. A törzs felvette a Kaldorei nevet, amely anyanyelvükön azt jelentette, a csillagok gyermekei. Bimbózó társadalmukat ünnepelve a tó partjai mentén nagy építményeket és templomokat emeltek. A Kaldoreiek, vagy későbbi nevükön az éjjelfek, a holdistennőt, Elonet tisztelték és hitték, hogy a nappali órákban ott alszik a kút csillámló mélységeiben. Az ősi éjjelfpapok és jövendőmondók kielégíthetetlen kíváncsisággal tanulmányozták a kutat, attól a vágytól hajtva, hogy felfedezzék ismeretlen titkait és hatalmát. Ahogy a társadalmuk fejlődött, az éjjelfek felderítették egész Kalimdort, és találkoztak más lakóival is. Az egyedüli lények, akiktől tartottak, az ősi és nagyhatalmú sárkányok voltak. Az óriási hüllőszerű lények gyakran visszahúzódónak bizonyultak, de kétségkívül sokat tettek azért, hogy az ismert földeket megvédjék az esetleges fenyegetésektől. Az éjjelfek megtudták, hogy a sárkányok magukat a világ védelmezőinek tartják és elfogadták, hogy őket és a titkaikat jobb nem háborgatni. Idővel az éjjelfek kíváncsisága ahhoz vezetett, hogy találkoztak és barátságot kötöttek számos nagyhatalmú lénnyel, köztük például Cenáriusszal, aki a háborítatlan erdőségek félistene volt. A nemes lelkű Cenárius megkedvelte a kíváncsi éjjelfeket, és sok időt töltött azzal, hogy megtanítsa nekik a természet titkait. A békés kolderejekben erős kötődés támadt Kalimdor élő erdőségei iránt, és elmerültek a természet harmonikus egyensúlyába. Ahogy teltek múltak a végtelennek tűnő korszakok, az éjjelfek civilizációja felvirágzott, mind területileg, mind kulturálisan. Templomaik, útjaik és lakóházaik megtalálhatók voltak szerte az egész sötét kontinensen. Ashara, az éjjelfek gyönyörű és tehetséges királynője, egy hatalmas, csodálatos palotát épített a kút partjánál, ahol kiválasztott udvartartása élt a drága kövekkel díszített csarnokokban. Hű szolgái, akiket Queldoreinek, vagyis nemesen születteknek hívott, lesték minden parancsát és mindenki másnál nagyobbra tartották magukat. Bár Ashara királynőt egyformán szerette az egész népe, a nemesen születteket titkon irigyelték és egyáltalán nem kedvelték a többi éjjelf. Ashara királynő osztotta a papok kíváncsiságát az örökkévalóság kútjával kapcsolatban, ezért elrendelte, hogy a nemesen születtek derítsék ki a tó titkait és fedjék fel igazi célját a világban. Így aztán belevetették magukat a munkába és fáradhatatlanul tanulmányozták a kutat. Idővel kifejlesztették azt a képességet, hogy manipulálni és irányítani tudták a kút kozmikus energiáit. Kísérleteik előre haladtával felfedezték, hogy újonnan kifejlesztett képességükkel kedvükre tudtak teremteni vagy pusztítani. A meggondolatlan nemesen születtek primitív mágiába botlottak és elhatározták, életüket annak szentelik, hogy a mesterévé váljanak. Bár abban egyetértettek, hogy a mágia veszélyes is lehet, ha felelőtlenül használják, Ashara és a kiválasztottai mégis meggondolatlan, nem törődömséggel kezdték gyakorolni a mágiájukat. Bár Cenárius és számos hajlottkorú éjjelf tudós figyelmeztetett rá, hogy a mágia egyértelműen szeszélyes művészetével való játszadozás csakis katasztrófához vezethet. Ennek ellenére Ashara és követői makacsul folytatták bimbózó képességeik
fejlesztését. Ahogy hatalmuk egyre nőtt, ashara és nemesen születtek, határozott változáson mentek át. A gőgös és zárkózott főnemesi osztály egyre érzéketlenebb és kegyetlenebb lett éjjelv testvéreikkel szemben. Egy sötét és nyomasztó árnyék borult fekete lepelként ashara valaha lenyűgöző szépségére. Egyre jobban visszavonult szerető népétől és senkivel sem érintkezett, megbízható, nemesen született papjain kívül. Egy fiatal tudós, Haragvihar Malfurion, aki sok időt töltött a druidizmus primitív művészetének tanulmányozásával, sejteni kezdte, hogy a nemesen születtek és a szeretett királynőjét valami rettenetes hatalom rontása támadta meg. Bár arról sejtelmesen volt, hogy miféle gonosz közeleg, az tudta, hogy az éjjelfek élete hamarosan, örökre megváltozik.